Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket itt a Klik TV Mévis című műsorában, és köszöntöm Csintalan Sándort, Kovács Zoltán barátaimat. Ami azt jelenti, hogy együtt ülnek itt, hogy eltelt egy év. Milyen évet hagytunk magunk mögött szerintetek? A kérdés sajnos indokolt lenni egészségügyileg is feltenni, Sanyinak elég sok baja volt az elmúlt esztendőben, de mégis ugye tudjátok, hogy politikailag, hogy lefelé mentünk, fölfelé mentünk, stagnáltunk, épült a demokrácia, kiürült. A világpolitikát nézzük, vagy Magyarországot? De Brooklyn, nem tágul. Brooklyn nem tágul. Na mondjuk. Mit nézzük? Hát a következő. Egyrészt egyik rosszabb, mint a másik. Tehát, hogyha az ember a mentális egészségét karba akarja tartani, akkor nagy küzdelmeket kell folytatni, hiszen tele van félelemmel a világ. Már régen is a világ egy jelentős részében uralkodott a félelem, de most ez nagyon közel került. Hát az én interpretációmban, vagy úgy élem meg, Oroszország megtámadta Európát. Tehát valahol ott tartunk, ahol annak idején a müncheni szerződés környékén, tehát a harmadik birodalom agressziójánál. Hát aztán meg itt vagyunk Magyarországon. Én azt gondolom, hogy aki ezek után az elmúlt egy év, meg persze az előzmények, meg a önkényvédelmi törvény, meg az önkényvédelmi hivatal létrejött a után. Ez az, amit most a önkének mondasz, ez a szuverenitás. Igen. Ez könnyebb megjegyezni. Azt én értem, csak hogy az fals, elviszi. Ugye egy pozitív konnotáció szó kapcsol össze egy fasiszta intézménnyel. Szóval akinek van kétsége abban a tekintetben, hogy igen nagy és demonstratív lépést tettünk a továbbiakban is a fasizmus építésére, és minél nehezebb belső viszonyok lesznek, annál inkább szigorodni fog az önkény. Egy dolognak örülök, hogy itt vagyunk az Unióban, mert ez valamilyen módon korlátozza legalábbis politikai és belpolitikai értelemben is azt, amit ebben az országban zajlik. Ja, csak annyit, hogy hát igen, a háború az, ami meghatároz itt sok mindent, ami hát valóban elég közel van. A másik meg, ami éppen most folyik Brüsszelben, ami azért Magyarország sorsa szempontjából egyáltalán nem mindegy, meg az unió sorsa szempontjából sem, hogy tényleg most akkor az unió mire képes a saját állapotát illetően. Ahogyha Magyarország a elején, vagyis a magyar kormány, Orbán Viktor azt mondta, hogy nem kapcsoljuk össze a két ügyet, a uniós pénzek sorsa, meg Ukrajna támogatása az egymással nincs összefüggésben, mondta. És nagyon sokáig mondták. Ezt mondta Szijjártó Péter is meg. És akkor most előlép Orbán Balázs, és azt mondja, hogy a uniós, tehát Ukrajna támogatásának az a feltétel, hogy Magyarország kapja meg az uniós pénzeket. De most, hogyha az ember itt értékalapú politizálást próbál találni, keresni, akkor tévutakon jár. Magyarország már régen nem, pontosabban Orbán Viktor már régen nem értékalapú politizálást folytat. Minden lépése a saját hatalmáról szól, amelyik egyébként szerintem 10-15, tehát utána nem tudom, mi lesz, hogyha itt az Orbán Viktor a saját hatalmát megerősíti. Fölvesz rettenetes sok hitelt, olyan pályára állítja az országot, amiről maga sem tudja, hogy aztán ezt hogyan lehet rendbehozni. Szerintem ő legbelül pontosan tudja, hogy ez nem jó ez a pálya, de már nem tud erről a pályáról lelépni, a saját hatalmát csak akkor tudja megtartani, hogyha, ugye, ahogy mondta régen egyik politikai vezető, az úton végig kell menni. Aztán ugye lett belőle, ami lett. Na most Orbán Viktornak se látok más esélyt, mint hogy az úton végig akar menni, ameddig tud végig megy, aztán jön majd ugye az élet rendje az, hogy emberek lelépnek a szintérről, politikai szintérről, meg ugye
akár az életből is kiléphet meg, és akkor utána mi lesz? Utána itt marad egy csőd tömeg. Utána ott vagyunk az oroszoknak, meg nem tudom kinek kiszolgáltatva, az unióval a viszonyunk teljesen megromlik, tehát én azért mondom, hogy ma is nagyon rossz a helyzet, de nem tudom, hogy 10-15 év múlva még meddig tud romlani ez a helyzet. Szerintem még sokáig. Hú, 10-15 év azért az már... Jó, de ő azt mondta, hogy 30 valameddig akar kormányozni. Az már nem az én életem. Az már nem. Most valami olyat mondott, ami meg... Persze. Ezeket most esett le? Nem, hogy most már melbevág. Érdemes volt eljönnünk. Melbevág. A Zoli szemben veled, te olykor az Oli mindig optimista. Igen. Hát én is. Hát, hallgassd vissza, amit az előbb mondtál, hogy egyre fasizálódik az ország. Figyelj ide. Legpozitívabb gondolat. Egyrészt Zoli, figyelj ide. Először is az Orbánnak ott van 60 puszta. Ott van 60 puszta. És nem tudjuk, mi van a mélyében. Dehogy nem, nekem egy ismerősöm mesélte, hogy elektromos rollerrel lehet csak a pincét körbejárni. Az az ismerősöm mesélte különben, aki ezt az egész kert meg alsó izét izélte. Tehát bejáratos, csináltam ívet. Mindegy, ez csak úgy megérte. Jó, de ennyivel jobb rendszer van, hogy egy ugyanilyen mutatis mutandis, ha elvégezte a munkát, annak idején nem maradt életben. Ez nagyon morbid, mert képzeld, nem. A legjobb barátja. Nálam is csinálta a kertet, és szegény Fülöp az Isten áldja meg, és halt, mert az M0-áson legyalulta egy teherautó. Pont ez az ember? Képzeld el, igen. Igen. Na, hát ilyen az élet. Na, azt akarom csak kinyögni, hogy az Orbánnak múltkor a külügyi intézetben volt egy előadása, elmondta, hogy a magyar néplélek, meg a magyar nemzet, meg mit tudom én micsoda. Ugye hajlamos volt az elmúlt évszázadokban is egy kicsit nagyobbnak képzelni magát, mint amekkora. És hogy ez azért a jövőben is így lesz. Na most nekem az jutott eszembe, hogy amikor erre hajlamunk volt, akkor kétszer belement az ország egy szakadékba, az első világháborúba is, meg a második világháborúba. Orbán megmondta, ha ez így van, akkor a harmadik szakadékba is be fogunk vonulni, nagy valószínűséggel, hiszen most is egyébként egészen egyértelműen azzal, most már aztán tényleg nem lehet ezzel viccelni, meg hipotéziseket felfesteni, eltelt két év. Ez az ország beállt a putyini birodalomépítésbe, az eurázsiai építkezésbe, moszkvai központtal, pont innen visszaút nincs, onnan sincs visszaút, amit az Oli mondott, hogy ennek mi lesz a vége. Mondjuk egy optimista véget mondok, jó? Szóval az Unió nem fog ebben az állapotában maradni, mert az Uniót, amikor összerakták, nem arra készült, hogy meg eszükbe se jutott, hogy olyan is be fog lépni az Unióba, aki egyébként abban fogja kiteljesíteni politikai küldetését, hogy oda szarik az asztal közepére. Tehát valószínűleg lesz egy új szerződés a lisszaboni szerződés után, még hogyha esetleg azt nem is negligálják, mert ugye kirúgni nem lehet senkit. Ezek kiszállni nem akarnak, mert ha Orbán Viktor kiszállna az Unióból, akkor a jelentősége lenne körülbelül, mint Lukasenkónak. Tehát Orbán annélkül, hogy egy vétó vagy egyetértési joggal bíró országnak ne lenne a miniszterelnöke, jelentéktelen, nem is foglalkoznának vele. Most gondoljunk bele, attól világpolitikai tényező, hogy komoly döntéseket tud megakadályozni. No szóval, legjobb esetben az Unióban a tagállamok, a magállamok, vagy aki egyébként egy magasabb szintű társulást akar, azok összehozzák, mi meg kimaradunk, az kész. Ez a legjobb eset. Hogy ez az optimista forgatás. Ez optimista. Igen, én továbbra is csak ahhoz azt tudom mondani, hogy ezt valakinek majd ezt a sítet, amit összehoznak itt, összehoztak már 13-15 év alatt, azt majd valakinek el kell hordani. Na de most jöttek ki a statisztikai adatok, hogy az a népességpolitika, amit Orbán meghirdetett, az totális csődöt mondott az országnak, a születésszám csökken, a házasságkötések száma csökken, bár én ebben nem látok olyan fajta összefüggés, mint amilyet a kereszténydemokraták látnak, teljesen mindegy, az a lényeg. De hogyha valaki az a szlogén, hogy a család, az család. Igen, akkor meg egyenes következménye. De én nem tudom, az a lényeg, hogy csökken a lakosság, csökken a születések száma, itt van az elvándorlás, a kivándorlás,
az OTP FAI Egyesületének volt ez a felmérés, hogy Magyarországon a 18-24 éves korú diákok közül, fiatalok közül 6% biztos, hogy nem marad Magyarországon, 36%-a úgy gondolja, hogy elmegy. Tehát azért ez annyit jelent, hogy nem tudom, hogy ki fogja visszafizetni majd ezeket a hiteleket. Ez egy előregedő társadalom, ami igazi politikai kihívás lett volna Orbán Viktornak, amit egyébként meg sem kísérel. A leszakadó térségek, az egészségügy, az oktatás, az ország megtartó ereje, ez hol van? Az lehet, hogy vétózgat jobbra-balra, össze-vissza, vagy aztán nem vétózik, de nem épül az ország. Igen. Itt ez a legnagyobb probléma. Lehet itt nagy szájjal Brüsszelbe megakadályozni valamit, Kirill Pátriárka ne kerüljön föl a nem tudom én milyen listára. Ezt meg lehet akadályozni. De ami igazi politikai kérdés, a politikusi nagyság kifejeződése, vagy hogy az ország épüljön, az nem történik meg. Ezt nem néz szembe, nem szembesítik. A parlamentben sem látom, hogy ezzel a kérdéssel olyan nagyon szembesítenék. Mindig egy-egy kérdés. A legnagyobb problémája az országnak ez, hogy elvándorol lakosság, meg fogyó lakosság, nem épül semmi, és ugyanakkor majd jönnek ezek a kötelezettségek, 10-15 év múlva ezeket vissza kell fizetni, vagy legalább ott van a nyugdíjas. Nyugdíjak sorsa is kérdéses, hogyha így áll az ország. A teljesítő képessége, ezt nem lehet Brüsszelre fogni, ez teljesen hülyeség. Ez egy nagyon nagy probléma. Én ezt látom az ország. De ott ez a feladat, 13 éve kormányoz az ember. Ez egy igazi nagy politikusi tett lett volna, hogyha ezt a folyamatot vagy egyrészt megállítja, az elvándorlást, meg a lakosság csökkenést, másrészt meg ezt a két ágazatot. Rendbe hozzá is a leszakadó térségeknek valamit nyújt. Az a nagy kérdés, hogy ugye te is tulajdonképpen Orbán Viktorról beszélsz, hogy ki létezhet-e, hogy látszólag demokráciában ilyen hatalom gyűlik össze egy ember kezében, és ezt a demokratikus játékot képes úgy játszani, hogy a társadalom egész egyszerűen nem reagál rá. Tehát ugye mindent maga alá gyűrt, és amit még nem, azt felépíti, hogy az... Reagál, bocsáss meg. Támogatja. Szóval nem az első eset, amikor egy országot megtévesztenek. Szóval most mondhatnánk a történelemben, a 20. században, hogy hány országot tévesztettek. Jó, ezt az országot is megtévesztették. Ez teljesen egyértelmű. Én ugye nem lehet számon kérni senkit, hogy miért rájuk szavazott, az ténykérdés, hogy rájuk szavazott, így reagált rá. Mert valami mindig lecsúszik, még az asztalról valami zsíros kenyérdarab, és ott mindig vannak emberek, akik ezeket összeszedik. Tehát valami be van tömve a szájakból, csak hát az a helyzet, hogy ennek is egyszer szerintem vége lesz. Hát rossz az ország teljesítő képessége, és ez most már ez nem jó, a háború se jókor jött, az sosem jön jókor. Az, hogy Brüsszeltől nem kapunk pénzeket, az nem azért van, mert Brüsszel, a brüsszeli bürokraták, hanem azért, mert az állam olyan állapotba került, hogy semmilyen, vagy nagyon sok szempontból nem felel meg a jogállamisági kritériumoknak. Hát ugye... Én azért nem vagyok ilyen optimista, mint a Zoli, mert egyrészt, bár Argentina számomra nagyon messze van, de egy jó ideje szoktam magam számára is felhasználású Argentinát emlegetni. A 930-ban a világ egyik legfejlettebb országa volt, most majd nézzétek meg, hogy hova jutott, meg egyébként is válságról válságra, 100%-os infarktus, és élnek a népek egy oligarchikus társadalomban.
Ez az egyik dolog, a másik dolog pedig az, hogy még azért a kérdésedre visszatérve, persze ehhez az is kell, hogy legyen kínálva ennek az országnak valami politikai alternatíva, és ez azért nem nagyon kínáltatott föl, különösképpen nem a viselkedés, a magatartás, az együttműködés, a kooperáció és a program szintjén. Tehát el van a nép, és én nyegléskedtem azzal kapcsolatban néhány választást megelőzően is, hogy na de kire szavazzunk, vagy kire szavazzanak. És ez egy komoly kihívás, mert Orbán az erő látszatát és a koncepció látszatát azért jól megetette ezzel az országgal. Hát az abszolút igazad van, mert hiszen ennek az évnek ugyancsak egy fontos eleme, vagy a politikai életünk egy fontos eleme, hogy nem jött föl igazi alternatíva, sem személyében, sem pedig szervezetében. Hát ez valóban nagy probléma. Valószínű, hogy könnyebb lenne, nehezebb lenne a mostani kormányzat helyzete, mert hiszen nagyon sok baj van a különböző, tehát nyugdíjasok, szegénység, azért rengeteg... Mondj egyet, ahol nincs. Hogy? Igen, de mindenhol megvan az a törekvés, hogy ne legyen. Itt nem látom, itt nem látok, itt semmit nem látok. Hát nem tudok ilyet mondani. Én sem. Nyilvánvaló, hogy szegénység mindenhol van, csak ugye 13 év alatt, emlékeztek, amikor Gyurcsány 4 évig, vagy 2 cikluson keresztül kormányzott, egyébként hát nem is 2, csak 1,5 cikluson keresztül, éveken keresztül ment ez a duma, az elmúlt 8 év, az elmúlt 8 év. Másról sem, na most az elmúlt 13 évben biztos, hogy történtek jó dolgok. Lehetne sorolni, de az kétségtelen, hogy 13 év kormányzása a semmi mást igazából nem jelentett, mint egyre erősebb bebetonozódott Fidesz kormányzást. Ennek hát és egy tökéletes mély állam kialakítása. Hát igen, ugyanakkor nagyon sok probléma van, nagyon infláció, korrupció, ezt mindenki tudja, de miután nincs olyan masszív és olyan ellenzéki erő, amelyikben az emberek bíznának, ezért is van könnyű dolga Orbánnak, hogyha már lenne egy olyan erő, amelyikre azt el lehetne képzelni, hogy kormányzó képes, akkor jó, van nagyon sok lejáratás, és Gyurcsánnyal szemben nem mindig igaz érvek fogalmazódnak meg, de hát Gyurcsány se kormányzott olyan jól, legyünk őszinték. Hát, ha maradt volna valami utána, az a meghirdetett egészségügyi reform, az oktatásnak a stabilitása, ezt viszont megijedt, mert hiszen azt nézte, állandóan arról volt szó, hogy hogy állunk most a közvélemény kutatásoknál. És amikor ugye elkezdett csökkenni, akkor azt mondta, hogy Magyarországon nem lehet reformokat csinálni, de lehetett volna reform, mert más kérdés, hogy megbukott volna, ahogy a Zurinda is megbukott Szlovákiába. De megcsinált néhány reformot, ugye ez a szlogen, amit már sokszor elhangzott, hogy amit Zurinda megcsinált, Fico sem ronthatja el. Ez lett volna Magyarországon, hogy amit Gyurcsány megcsinált, azt mit tudom én, ki nem ronthatta volna el, de nem csinálta meg, megijedt, és úgy gondolta, hogy hát ha ez így megy tovább, akkor elvesztik a kormányzási lehetőséget. Nem biztos, hogy minden a kormányzás. Igen, meg azt akartam válaszolni, hogy legalább ennyire fontos lenne az önkormányzás, és akkor ez egy ilyen ócska átvezetés lett volna arra, hogy egyébként, hogy mit összebűvészkednek, és ez is nyugodtan megtörténhet a választási törvénnyel, hogy milyen, hogyan játszik össze a szélső jobbal a kormányzat, hogyan küldi maga elé, és ez is ennek az évnek az egyik fontos hozadéka, nem csak a mostani választási törvény alapján. De hát az egész folyamat arról szól, hogy folyamatosan, ugye az Oli bebetonozásnak hívta, folyamatosan egyre másra intézményesen, politikai értelemben, strukturálisan igyekszik centralizálni, és minél inkább egy kézbe. Hát azért 7 év hova tovább rendeleti kormányzáson, az önkormányzatok felszámolása
milliméterről milliméterre zajlik. A megyék már régen nincsenek, csak proforma és vármegyéknek hívja, ennyi jelentősége van. Éppen azon merengtem, hogy lehet, hogy tényleg a Vitézi Dávid lenne a legjobb főpolgármester, mert a főpolgármester buvárja nagyjából arra terjed ki, hogy közlekedés szervezés, meg utcatakarítás, meg oktatási intézmények nincsenek, egészségügyi intézmények nincsen. Lényegében minden, ami az önkormányzatiság fundamentuma, egy önkormányzat, tehát egy fő generis, definitíven önkormányzatnak tekintett dologban, az nincs. Az már nincs, mind centralizálva van. Ez az egyik dolog. A másik, hát ami itt az ellenzékre tartozik, az az, hogy én azt gondolom, hogy nem csak a közönség nem csak a programokat minősíti, amikor egy választás van, hanem például a politikusi viselkedést, vagy a pártok viselkedését, és mentális, és politikai, stratégiai, és taktikai értelemben. Tehát én nem is annyira valami vádteszt várok, vagy valami megváltót, vagy messiást, hanem mindaddig, amíg a rendszer, először is a rendszerkritikus pártok nem produkálnak, hiába nem az összefogás és a koalíció járatódott le, hanem azok, akik alkották az előző választásnál, akik obstruálták, akik szabotálták, és akik nem voltak ebben őszinték. Ha mondjuk az ellenzéki választó, azt a potenciális ellenzéki választó azt fogja tapasztalni, hogy ezek az emberek komoly emberek, ezek komoly intézmények, és fölfogták, hogy itt a rendszert kell megbuktatni, mert hiába reparálom. Most képzeljük el, hogy fölébül az Orbán reggel, és azt mondja, hogy most na jó, akkor csinálok egy jó egészségügyet. Ugyan már. Vagy hogy csinálok egy jó oktatáspolitikát. Ugyan már. Hát ne vicceljünk. Hát a rendszer erre a személyes, ilyen kvázi bizánci családi, szerintem dinasztiát fog alapítani, ez már túlzásokat, de azt gondolom, hogy élethosszig, minimum élethosszig hatalom akar egyébként ezekből a személy... És utána meg a vízözön. Személy kamari lappolitikából mi olvasható ki? Tehát, hogy egyik, annak idején azt mondják, Horn Gyula volt ennek zseniális, hogy fölemelte, lenyomta, fölemelte, játszott vele Nagy Sanyival például, ugye. De ez itt rendszer szintű. De ez itt, hát igen, de az érted, hogy most Varga Mihályt leveszem, vagy hátrébb tolom a saktáblán, előhúzom ezt a bocsánat, sokkal tanulságosabb a 24 orvos, vagy 25 orvos kirúgása. Én nyeglén azt mondtam itt előbb, hogy ez olyan nagyjából, mint ahogy a Sztálin elbánt a Tuhacseszki vezette szovjet vörös hadsereggel. Az apparátus rettegésbe kell tartani, és nem tudom, emlékeztek-e rá, egy vagy 4% környékén van a úgynevezett kórházi adósságállomány, amit én az a javaslatom, egyébként ne használjuk már azt, hogy kórházi adósságállomány. Nem a kórházak adósodtak el. Az állam nem fizeti ki a társadalombiztosításból származó járulékomból a kórházaknak az elvégzett szolgáltatást. Valakit felelőssé kell tenni, biztos voltam benne. Még az a csoda, hogy nem történtek orvosperek. Még az is lehet, hogy lesznek. És ehhez egy új végrehajtó kar kell, ezért lettek ezek kirúgva, és jönnek az újak, akik telegatyában mindent végre fognak hajtani, és megszűnnek osztályok, és ott a nép le fogja nyelni. Persze, hogyha az egész ágazat alul finanszírozott, hát, akkor ugye a kórházak sem lesznek rentábilisak, nem is lehetnek. És valóban, akiket kineveznek helyükben, nyilván azok is csinálják majd az adósságot, mert nem csinálhatnak más. Mert vagy akkor ott halnak meg az emberek. Egy orvos azért ezt nem így gondolja, hanem megkapja azt az ellátást, ami minimálisan kell, de ez a minimális ellátás is azt hiszem, hogy tehát azt sem tudják ebből kifizetni, és akkor mindig jönnek ezek, hogy ez felelőtlen gazdálkodás, hát nem hiszem, hát az egész rendben, most már mindenki felelőtlenül gazdálkodik a kórházak, mert ne csináljuk már. Hát ez olyan, hogy nem, nincs ember, aki felelősen gazdálkodik, nem lehet betartani valószínűleg. De ilyen nem így nagyon lehet. Emlékszem, hogy lett volna egyszerre tényleg, hogy 200 kórházi, most mindegy, hogy ezek kor szerint lettek elvileg kirúgva,
De hogy, hogy ez... A 3-4 van 65 fölött, ne viccelj már. Ráadásul, hogyha 65 éves egy orvos, akkor az nem, nem egy idős, szóval az olyan annak idején, amikor a bírókat... De hogyha ha igazi paradoxont akarunk felállítani, aki kirúgja őket, voltak éppen Pintér Sándor. De hát a házi orvosok az, 80 az maga 75 éves Pintér Sándor. Persze. Na most, hogyha nem lennének a 80 éves házi orvosok, akkor még ez sem lenne. Nekem végem lenne. Vissza, az az egész az érdekes. Persze. Miközben kirúg 24 kórházi igazgatót, közben látja azt, hogy az orvosok hogyan vándorolnak ki Nyugat-Európába többségükben. Tehát annak idején, amikor ugye elmondták, hogy a 62 év fölötti bírókat, ha jól tudom, 62 év volt a korhatár, azoknak nyugdíjba kell vonulni. Na most utána született Strasbourgban egy olyan ítélet, hogy ez rossz ez a törvény, ez gyakorlatilag diszkriminálja azokat az embereket, akik még aktívak lennének, és ezeket most utána már senki nem ment vissza, mert már akkor 66 éves lett, mire ez a ítélet megtudott. Egy kicsit összefoglalva a beszélgetésünket, ugye azt mondhatjuk, hogy arról onnan indultunk el, hogy mi az, ami mondható erről az évről, hogy a klasszikus víz szerint ez az éve kicsit rosszabb volt, mint a tavalyi, de viszont jobb lesz, mint a jövő esztendő. Ez lesz? Ez valószínű. Ez tendencia ez. Igen. Nem vicc. Az a baj, hogy ez nem vicc. Most itt a szerda, hogy is van, csütörtök délután ülünk, ma este még Brüsszelben eldőlnek dolgok. Nem tudom, az, hogy hogyan a magyar kormány csak akkor engedi a Ukrajnának szánt támogatást, hogyha megkapja a pénzünket, de nem mindegy, hogy ez hogyan történik, mekkora lesz a vircsapt. A végeredmény kiszámítható, de az nem mindegy. Szerintem az Unió egy nagyon lassan mozduló szervezet, de valamikor csak magára kell, hogy találjon. Hát nem lehet, hogy egy nagyon fontos dologba beavatlak most téged. Sanyival a legutóbbi megbeszélgetésünkben csendesen megállapodtunk, hogy mind a ketten hazaárulók vagyunk. Most én hozzáteszem még az, hogy még rápakoljak. Hogy én is. Hogy én nem. Magunkra jelöltük. Hogy nagyon nem tudok egyetérteni azzal, hogyha felszabadítják a pénzt egy ilyen országnak, amely egyébként most egy ilyen, nem tudom minek nevezte ezt a törvényt. És egy ilyen önkényvédelmi hivatalt felállít. Ott annak nincs helye az európai, vagy nincs az európai pénzek körül semmi keresni valója. Igen, ez így van, ráadásul amit most mond a hivatalos a szöveg, hogy akkor most megkezdjük a pedagógusok bérének a megemelését, ami különben egy önellentmondás a pedagógusok bérét a költségvetésből és az ország gazdasági eredményéből kellene finanszírozni. Miért mi van akkor, hogyha megint valami olyan történik, hogy Magyarország nem kap meg pénzeket, vagy nem tudom én, elapadnak, akkor megint nem lesznek. Mutogatnak Európára. Persze, de ez így nem megy, hát ez komolytalan, ezt mindenki tudja. Most ez elment, most kapnak 10 milliárd eurót. Én nekem az a véleményem, hogy én is nagyon-nagyon aggódom, hogy kellene, hogy az Európai Unió mennyire gyenge pillanatnyilag. Más kérdés, hogy most kezdődnek a olyan fajta gondolkodások, hogy lehetne ezt a vétó jogot megváltoztatni. Egyébként aki vétóval hadakozik, az nem komoly politikus. Amúgy. Hát annak, hát vétóval mindenki tud, persze. Mert olyan rendszert építettek ki, hogy igen, mert úgy gondolták még annak idején a magországok, hogy amit a Sanyi is mondott, hogy hát csak nem jön be egy ilyen matador, aki majd mindent megvétózi. Ez te bejött. Mindig bejön egy ember. Minden osztályban volt egy olyan ember, aki megvésta a padot. Hiába mondták neki, ez nem szabad. Hát ez komoly ember, így nem gyerek, nem viselkedik. De ők ráadásul az Orbán nem szíveket rajzol. Nem szíveket rajzol a padban. Kedves nézőink, három hazaáruló beszélgetését hallották itt év végén. Meglátjuk, hogy mit tudunk árulni jövőre.
Köszönöm, hogy itt voltatok. Hello, köszönöm önöknek is a figyelmet. Viszontlátásra.